Jó reggelt mindenkinek! 8 hét van hátra az első versenyemig, ami azt jelenti, hogy most már nagyon beléptünk a szálkásító fázisba. Heti szinten nagyjából másfél kilókat dobálok le magamról. Éhes nem vagyok, de a kaják azok nagyon jól esnek. De amit meg kell enni, azt nagyon könnyen meg is eszem, sőt, hogyha még többet kellene, akkor azt is meg tudnám enni. Egyre szarabbul alszom, de úgy gondolom, hogy ezen a ponton ez még orvosolható, mert ez egy nagyon fontos dolog. És na de viszont, most épp a reggelemet csinálom, és kurvára kívánom az édeset, és eszembe is jutott valami, amit ilyenkor szoktam kajálni, és eszembe jutott, hogy akkor meg is mutatnám, és kipróbálhatjátok ti is. Nem kell hozzá semmi nagyon, igazából csak tojás, meg fehérje. Nincs tojás, bazd meg. Kurva életbe. Kurva életbe. Tehát ott tartottunk a tojás. Most az egy egész, meg öt fehérje. Meg egy adag izolátum. Pici édesítő még azért. Ez mehet az apájába is. Az apáját azt most én sok vízzel szoktam felönteni. És beküldöm a mikróba 4 percre, hogy jó nagyra dagadjon. Na és ez így néz ki a végén. Jó szétesve. Ezt imádom most jelenleg a legjobban egyébként a kajáim közül, az apáját. Na, tök jó ez egyébként, de hogyha rám hallgattok, akkor úgy csináljátok meg, hogy a sárgáját kidobjátok belőle, és magyarulvajra helyettesítitek azt a zsírmennyiséget. Én is úgy szoktam egyébként, de most nem csinálok ilyesmit, nem akarok magyarulvajra tenni. Viszont úgy sokkal finomabb. Na, de minden nekem jó van ez így is. Nekem a jelenlegi makróim azok kb. Ilyen 350 g szénhidrát, ahol nagyjából ugyanannyi fehérje és picit kevesebb. 1 kg hús teszek meg egy napon, 3 adag fehérje izolátumot és 6 tojást, amiből 2 egész csak. Ez a fehérjém, 70 g zapály reggel, 20 deka rizs, 200 g rizs, 90 g rizskás vagy puffasztott rizs edzés után, és az utolsó kajámban még van 200 g krumpli. Tehát így néz ki a jelenlegi étrendem, mennyiben változott az előzőkhöz képest, és innen még csökkentünk majd vissza. Most ezt megkajálom, bemegyek, letudom a kardiómat, meg a hasedzésemet, utána délután pedig karedzésünk lesz, viszont nem a megszokott helyen, hanem meghívtak minket egy másik edzőterembe, a Csongrádi Sun Gymbe, ahol a konditeremnek a tulajdonosa csatlakozni fog hozzánk, és meglátjuk, hogy milyen erőben van hozzánk képest. Úgyhogy ezt most megkajálom, aztán ott találkozunk. Nem amúgy jó. Most eszembe jutott egy dolog erről a nem volt otthon tojás dologról igazából. Tehát ez ilyen apró dolgok, amik belerondíthatnak a kedvedbe az egész dologgal kapcsolatban, még hogyha nem is versenyzés az, hanem csak szimplán valamilyen életmódváltás, hogy éppen leszeretnél fogyni, az a célod, vagy bármi hasonló. És az ilyen akadályok. Nyilván most nagyon sokan szartak volna bele, aztán nem sétáltak volna el a boltig egy doboz tojásért, hanem inkább kajáltak volna valami mást, amit találnak otthon, vagy semmit, az lett volna a gyakoribb talán. És itt jön képbe az a pont, ami megkülönbözteti az átlagembert, az átlag hozzáállással, felfogással az élsportolótól. Sokan azt gondolnák, hogy a motiváció az, ami előre viszi a versenyzőt,
De igazából kurvára nem. Tehát én sem vagyok állandóan motivált. Vannak szarabb napjaim, vannak, amikor semmi kedvem az egészhez, meg hasonló, tehát ugyanúgy, mint bárki másnak. Azért, mert a motiváció az egyszerűen ilyen. Tehát az jön, megy, az olyan, mint egy érzés, az befolyásolhatja bármi, befolyásolhatja a családod, a munkahelyed, a csajod, bármi. És vannak jobb napok, vannak rosszabbak, ilyen egyszerű, a motivációra nem lehet hagyatkozni, hanem ami ilyenkor előjön benned, az a következetesség. Tehát a következetesség az, amit megtanított egy versenyzőnek, egy élsportolónak maga a sport, amit végez. Én személy szerint ezt tartom a legjobb dolognak a testépítéssel kapcsolatban, hogy amióta elkezdtem versenyezni, azóta teljesen máshogy állok egyéb dolgokhoz is, teljesen fegyelmezettebb és következetesebb vagyok, úgymond. Tehát következetesebben tudom megtervezni a napjaimat, és hogy egy adott szituációba, ami beleszólhat esetleg a felkészülésembe, arra mindig találok megoldást. És ez ugyanúgy elmondható az összes versenyzőről, tehát hogyha most bármi történik, elutazik, és nem tudná megoldani egyébként a kaját, vagy éppen ahogy én nálam is volt, hogy nem volt otthon olyan kaja, amit kellett volna, kurva nyázik egy sor, de lemegy a boltba, és megoldja magának. És nem azért, mert motivált, vagy bármi, mert kurvára elhihetitek, hogy semmi kedve hozzá olyankor, főleg azon a ponton, de meg fogja csinálni, mert nem kérdés, és úgy érzi, hogy nincs más választása, tudja jó, hogy ez az, amit tenni kell, és csöndben meg is teszi. Tehát tök jó dolog, meg tök jó érzés az, amikor motiváltnak érzed magad, lemész a terembe is, és szétszeded a gépeket, de aki azt mondja, hogy ő minden nap ezt érzi, az nyilván hazudik. Tehát nyilván tehát az összes edzést letolja keményen, az összes edzésben mindent belead, de nem azért, mert annyira motivált, hanem azért, mert tudja, hogy ez a dolga, és hogy ezen múlik az eredménye is. Nem élvezetből éheztetik magukat, meg nem isznak egy-két napig, meg minden olyan hasonló dolog, ami ezzel jár. Egy versenyző, legalábbis aki jó versenyző, az szó nélkül végigcsinálja azokat a dolgokat, amik a versenyzéssel járnak, vagy az adott sporttal, amit épp végez, és végig is csinálja mindenféle nyafogás nélkül. Na mindegy, ennyi pofázás elég is volt, úgyhogy induljunk meg. Hello. Szia. 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 Ciao, Peter. Szia. Srácok, isztok valami edzés előtt itt? Van ilyen Dorian étszeres, bajongár címot, azt hiszem. Hangosat, de van kivis kördé. Mindegy, hát olyan jó lesz. Az erős, az jó. Na, ez hozzá. Mindjárt csinál meg. Attól szoktunk megbalazni, hogy mi. Igen? Na, akkor jó. Esetleg te is iszol egy edzés előtt? Hogy nem, köszönöm. Nagyon szívesen. Körtés, kivis, mangós, áponyás. Körte, ha? Ráfog, kivis. Nekem is fél egy lehet. Körtéstől hány? Kivis, csak tartsuk férfiasat. Ez a terme tavaly. Tök jó amúgy egyébként. Ha megnézed a súlyokat, meg a gépeket is. Akkor látod, hogy egyébként a Jim Hatshoz képest ilyen oldschool-abb gépek vannak, Atlas, meg ilyen hasonló. És van ott távol például a régi, és ez tök jó amúgy, ez nagyon hangulatos. Szeretem az ilyen oldschool típusú edzőtermeket, de most főleg a változatosság véget fog jó lenni. A Jim Hatsz ugye az ország egyik legfelszereltebb terme. Aztán kell egy ilyen is azért. Kis nosztalgiája. Ja. Egyébként, ahol én elkezdtem edzeni, az ennek még a közelében sem volt amúgy. Tehát ott kb. Ilyen madzorokkal voltak összekötve a súlyok, meg ilyesmi. De valahogy így kell elképzelni, csak kb. Egy harmad ekkora.
Sziasztok, jó. Bánom, majd látni fogod inkább egy külföldről beszerezni, mert mindenhonnan, meg van olyan vonal, ami újabb. Hát ami újabb. Nyilván Jim Cass-hoz képest ez low budget terem lesz neked, de meg fogod találni szerintem a... Persze. Jó, hogy edzettünk itt, amivel. Persze. Nagyon is passza lesz. Korozunk is kemény. Járnak meg ilyen terembe edzeni. Igen, meg lehetne rendszeres, tehát ha van kedvetek, én is mondtam Tominak, hogy bármikor nem vagyok, hogy lesz szívesen. Persze, hogy... Igen, nekik is a szezontól figyelni, hogy csináljátok, de... Most ilyen láb megszállott. Milyen? Ilyen láb megszállott, hogy szereti keményen megcsinálni. Ja, igen, igen, hát csak te nem. Én nem. Igazából... Múltkor edzettünk volt, amikor tennap mesélt közöltöm, és volt két csávó. Keményen el voltunk már rohadt baj, hogy hol vagyunk. Mi volt az első kérdés, hogy neki hiszek egy csávon? Hogy aki mondta, hogy nekünk könnyű, és van igen. Volt ilyen? Mondta, hogy azt mondja, mi látszik, hogy keményen edzünk. Tehát heti biztos 5 napot edzünk, mint a profik, akik fel vannak a falon, mert van egy pár ilyen képes edzők fel vannak a falon. És akkor mi is mondjuk a falon, persze. És akkor hogy is kérdezte, hogy... Járunk-e versenyre? Szoktunk-e versenyre járni? Versenyre szoktunk járni. És mondta Várko, hogy igen visszatott. És akkor elkezdtek egy picit át csinálni. Próbáltam egy nagyon jó fejleni, meg egy nagyon alapú gorgyász, hogy mit tudom, a kötelező pózokat, meg egy szabad póz, öntöség, nem? Azt mondjuk, hogy táncikálsz a versenyen. És akkor azt mondom, hogy én tudom, melyik az a verseny, amikor fel kis bugyiból ott táncikálsz. Még így affektált is hozzá. Úristen! Szóval mi volt ezzel a cipővel? Ez a vadiúj benti cipő most. Ez a vadiúj benti cipő, jó? Na, egyébként a hobbim a testépítésen kívül az a cipőgyűjtés. Főleg Nike meg Jordan, egyébként ezt kevesen tudják. De nagyon sok cipőm van. Annak a kb. 50%-át vagy inkább 40%-át nem is hordom. Tehát ilyen havi egyet azért tartok. Úgyhogy... Ha nem lenne elég drága hobbi a testépítés, akkor még van egy ilyen. Ugye erre lehetne csinálni. Viszont cserébe ruhát nem veszek, de azt nem úgy se találok, szóval mindegy. És mi lesz a mai program? Karozás elvileg. Karozunk? Majd a srác mutatja. Nézd a Márkót, amit? Nagyon van egyébként naturálva. Tök jó, kurva jó. Naturálva. Tudjátok, hogy milyen lelkesen készültem? Mondtam, háromszor öltöm a arginint, mert mindent, hogy valami történjen, tudod? Valami legyen. Mindent megcsináltam, valami legyen. Elkezdtem felsúlni, és én mindent tettem. Az is mehet egyébként. Aki akkor nézzük már meg ezt a sinopodon, egy-két és két kérdéssel, fognak rá, mint engedni, mint a teljesen. Ide hozzátok fel és ide engeditek vissza? Más is van, csökkenőben lesz. Nyomunk egy 3 kör biztos. Az a 10-eset ide hozzátok? Persze, ugye. Ez már akkor maximum megy. Ja. Olyan bárton, néztél, hogy lesz egy. Csiki, nyújts ki. Stop!
de nem akad. Sose hagyhatod a park. Gyerünk! Ez az. Gyerünk még négyre, gyerünk! Normálisan, gyerünk! Gyerünk! Három, gyerünk még egyet! Félek. Nyugodtan. Hat, még kettő, gyerünk, utána kisebb súly. Gyerünk! Ez az! Nagyon jó, gyerünk! Ez az! Jó! Keményen! Ez az, öt! Hat! Mondanám, hogy a YouTube-on még nem is látta trikó nélkül. Ja, első. Mondtam, hogy csak időkérdése. Visszaadjuk! Na merre?
Kész az edzés, köszönöm. Nem tudom, mi az, Tomi? Ez a költségelés nagyon mást fej fölött áthúzással. Remek föl? Aha, persze. Csökken az övekről. Nézd, 50 nehez összök. Ezek a súlyok nehezebbek egy kicsit. Ezek a kicsit nehezebbek. Egy csigás. Egy, ha ne egyet. Hátul megnyújtva. Újra, el, így. Kettő, nagyon jó. Kezd jó lenni? Hát nem, még annyira nem jön be. Kell még egy 3 hét, akkor legalább tetszek magamnak, tudod. Egy rossz, megtolod, ugyan a súlyt. 3-12. Ami gyerek kezdőd elmondni. Közös sorozat, meg szed be egyből, fej mögül. Ez az, 1, 2, 3, 4, 5, fel. Most várjuk is. Ezért nincs karunk. Pumpálgatunk csak. Van még? Szerintem a következő gyakorlat. Ez már meg volt. A végre 10-szert akkor csináljuk. Aha. Szerintem akkor vagy a toroszkodó gép, vagy a börtön triceps súlya. Toroszkodó is van, ilyen biztos már Jim Glassban is, nem? Ami a lefele tolva. Pont ilyen nincs egyébként. Jó az. Az mehet. Jó lesz, inkább ez. Jó. Ez jó, egyébként meg lehet, hogy súlya is. Egyedül? Mert egybe? Egyedül? Hogy egyedül? Hát, hogy csak az. Ez magában a gépben van. Jó. Jönnek, tudod? Az meg. Nem jó volt.
könnyű. Igen, mert még ráfújtam. Könnyű az mit akar amúgy? Hát, hogy nem elég nehéz. Hát, hány kiló? Nem tudom, mennyi. Ez körülbelül 150 kiló, de könnyíti egy kicsit a gép. Csak tömileg nem szabad ilyen 20 ismétlés felé menni, mert akkor még jobban lesorvad a karja. Leégeti róla az izmokat. Mindig ezt csinálja. Ó! Mit csináltatok múltkor? Felpakoltatok 180 kilót a lábgépre? És elkezdtetek egy lábbal lábazni vele, ugye? Ja, az jó. Szóval mi életedzés volt, csak háromszor hány közben. Hát, igen, de nem azért hánytom, mert egy lenge vagyok. Nem azért, mert na, hát megcsináltam a Tomi edzését. A Tomi súlyaival. Ja. Ilyen ez? Érdekel a videó, srácok, nézzétek meg. Nézzek rá, mondom, jó vagy az egy... Azért meg ilyet, azért lehet a... Gyere! 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gyere! Az megy! Hülye! Nem a katyádból, hanem a karodra. Így akkor elég lesz, nem? Hát akkor... A kalapács, aha, a kalapács, a több súlya akkor vagyok. Még egy laza bicep. A második jobban össze, megcsináljuk a csigányzat. Csinálj most egy érdekes gyakorlatot. Úgy fog kinézni, hogy 3x8 egy körbe. És 8 ebből a pozícióból, tehát hátra húzod a csigát, ebből van 8, 8 rendes, hagyományos, meg 8 még közelebb, és itt könnyen hátra, ez megint 8. Elég kurva gyilkos lesz, ha mindjárt meglátjuk. Kiló. Aha. Jézusom. Nem elég. Mindjárt emelünk rajta. Ez 70? Kb. Igen.
bazd meg. Most lesz a jobb. Gratulálom is lehet, kurva erős valaki. Kövessétek Márkot, megéri. Lehet. Gyerünk. Vagy, elad. Nyolc. Elad. Elad. Na, ez fogolós. Még egyet az első nem számít. Ja? Ezt már szeretem, amikor megy is kihívás. Ja. Letesszük oda a földre sorba egymás után a súlyokat, megyünk rajta végig, libasó. Egy nagy, közepes, egy kis kifázásig. Jó? És ha Tomi kifújja magát, akkor megyünk egymás után sorba, jó? És mi a gyakorlat? Kalapács, hogy szesz. Á, aha. Jó, érted? Hát egyszerűen csak a legyen, annyit pihensz, amíg a Márkó végig nem végez, az annak kisebb. Jó, az annak kisebb. Hát értem, nem akarom érteni. Nem sok. De utolsó gyakor. Jó, persze. Én naturál vagyok. Én meg prostitem. Vegán. Jó, bocsánat. Vegán vagy? Én vegetárián is vagyok. Jó. Persze. Köszönöm.
sokan azt mondják, hogy pihenő nap. Kar, ugye? A kar az pihenő nap. Karedzés nem egyszerűs. Hát igen, csak nem biztos, hogy hát, ha csináltak már normális karedzést. Kurva jó edzésen vagyunk túl, edzés utáni kaja 90 g rizs, dupla adag fehérje. 90 g rizs, dupla adag fehérje. Egyébként Márko meglepődtem, hogy ilyen erős, tök jó bírta a tempót szerintem. És úgyhogy mára ennyi is. Köszi, hogy megnézted, és találkozunk egy hónap múlva. Sziasztok!